Nos, üdvözlök mindenkit a Peppa Finn Ranch Rescue következő részében. Istenem. És ott fejeztük be, hogy Hanoverben van a versenyünk, ahova el kéne menni Little Jinx-el, ugye? Taj, annyira jól adom ezt a lovat. Addig várom már, hogy felnőjön, azt hiszem ő is... Merenzi tanár? Nem tudom. Minden esetre rohadt szép rohadt szép faci lesz. De most megyünk és lovat ápolunk, aztán indulunk Németországba. Na, itt is van Little Jinx, akkor már meg is nézem neki ezt a dániás. Ez ilyen lila. Lenne hozzá nyereg a látét, amúgy nem lenne rossz kombó. De maradok a feketénél. Úgyhogy ez így jó. És most pedig vissza kéne menni Idihez. És ő elvisz minket Hanoverbe. Vagy Hanover, nem tudom. Na, itt is vagyunk Idi Rancsán. Nem mehetünk. Beszélgess, nézegesd a térképet, vigyél minket Németországba. Yay! Hú, kíváncsi leszek, hogy csinálták meg, vagy hogy néz ki. I like it. Dipackásan néz ki, bár eléggé egyhangú. Meg ilyen saját izéje is van. Darn, it's not open yet. Te nem a rákomat csinálsz? Sorry. Sorry. Oh no, a registration form. Hogy kérdez egy kutya? I'm really sorry. I'll get them back. Szerelem a lelkében. Szóval ez ilyen cseles. És mégis hogy? Lehet vele beszélni? Ő az állatorvos. Igen, nagyon idegesnek tűnünk. Hogy a fia... Szóval az ő fiának is ez az első... Ops. Na, Lili, normális vagy már meg? Na. Jó, itt van. Szóval meg kell várni, amíg ez az alak bemegy. Akkor most. Akkor nem most. Ups. Oké, akkor teljesen meg kell várni, amíg bemegy. Nem elég, hogy hátat fordít. Meg is van. This isn't possible. Futunk a kutyus után? Mondta, hogy futunk a kutyus után. Kutyus, gyere ide! Az anyád úristen itt. Szóval játékot kell keresni. Ott. Ez nem egy játék. Ez nem. Nem az. Akkor ide kell izélni, terelni. Mint a csirkéknél. Na, menj! Arra! Fuss! Ott a játék, ott tessék. Engedd el! Papírok nem finomak. Thanks. This is your first time here, right? Yeah. How'd you know? I've never seen you before. I come here every year. My dad's a veterinarian for the Federation, but this is the first year that I'm allowed to compete. Oh, by the way, I'm Liam.
Lol. Coming through, coming through. Gunter, go get signed up. Oh, Carla, you're so beautiful when you give me orders. You all right? I've heard all about you and your ranch. You really think you'll be able to pay back the loan? Gunter is our local champion. I'd be very surprised if you'd beat him. And who are you? I'm Carla Van Guinness, daughter of the powerful Ruud Van Guinness. Gunter, let's go. Coming, my beautiful princess. It's a show. That's the banker's daughter. And her faithful puppy. What a bunch of cheaters. Cheaters? Gunter's way too experienced a rider. And this competition is exclusively for beginners. We should tell someone. It's no use. Carla's father is extremely rich and influential. He put so much money into these competitions that he could rewrite the rules if he wanted to. And if we tell on them, they'll probably sick their guards on us. The race is about to begin. Riders, please get ready. Okay. Szóval annyi a lényeg, hogy ez a csaj, az a rohadt idegesítő csaj, Ruud Van Guinness, vagy ki a tökömnek a lánya, és elég idegesítő alak, mind a kettő, de hát ez van. És annyi pénzt tesznek ebbe az egész versenybe, ugye ez az egész család, hogy átírhatják még akár a szabályokat is, szóval nem tudunk mit kezdeni velük, mert csalnak. Ó, hát a cukor. Menj innen. Szóval, igen, ez így nehéz lesz, és Liam, azt hiszem, így mondta a nevét, már emlékszem, neki is ez az első versenye, ha bár minden évben eljön erre, csak most nevezhet először, úgyhogy kíváncsi leszek. Oké, szóval, igen, ez ilyen bemutató cucc, igen. Igen, vannak új versenyzőink ezúttal. Három ilyen fázis van. Ó, top 3-ban kell teljesíteni, hogy a következőbe átjussunk. Oké, és aki megnyeri a mind a hármat, az nyeri meg az egész rendezvényt igazából. Akkor a Steeple Chase-szel kezdtünk, Cross Country a második, és díjugratás az utolsó. Na gyerünk, Little Jinx, mutasd mit tudsz. Természetesen meg fogjuk nyerni. Na, persze, hogy esik az eső, és jaj, rossz gomb, jaj, VSD-t nyomkodtam, gyerünk már! Halló! Te jó édes Isten, miért ilyen lassú? Te jó édes... Hú, mindjárt megverlek. Úristen! Na jó, nem bántam. Nem ér annyit, és most miért nem esik az eső? Na mindegy! Csak nem menjünk neki a falnak, mert ha megáll... Ha megint esik az eső, de mi folyik itt? Milyen időjárási katasztrófa van itt? Szóval ez bizarr. Nem is kell rámenni az ugrásokra, mondjam, hogy csak lelassítan. Szóval valaki vödör el amúgy itt csorgatja ránk a vizet ilyen időszakosan, vagy ilyen szakaszonként? Megvan adva, hogy na most itt esnie kell. Na mindegy, jó, mert meg nem esik, ez jó. Mindegy. Oké. Okay. Ennyi? De nincs benne izé. Liam. Baszki. Everything will be fine, don't worry. Help me! Did you hear that? Mi történt? Help me! Don't move! Mi az Isten, ezért nem volt a versenyen! Hú! Oké, találni kell valamit, amin fel tudunk mászni. Van valahol egy... vödör, nem jó?
Akar segíteni Marinia? Ó. Let me get that tape off. Please, ajaj. Oh, I'm sorry. I'm okay. Oh, I can't get this knot untied. Vágd le. Try to find something to cut it with. Na, azt mondom. Oké, okay, akkor keresni kell valami vágós cuccot. Itt. Ó, fűrész. Mondjuk... Szerintem fűrészsel, hogyha kötelet vágsz, akkor nem ilyen, ha... Thanks. Upsi. They're not gonna stop there. The Van Guinnesses are experts when it comes to cheating. Oh, you think so? Believe me, this isn't over yet. Did you know that when they lose a competition, they take it out on their poor horses? To them, horses are nothing but objects to control. They don't respect them. Oh, I don't care. I'm so glad I met you, though. You're one of those people who really loves animals. Grant told me that if you love your horses enough, then you can really learn to understand them. I would so love for that to be possible. Grant? The Grant? The guy that's won the most equestrian competitions ever? They say that he can actually talk to horses. Is that true? I wish you could see your face. Sorry, I got a little carried away there. But that guy's a legend. I'm really impressed that you know him. Woohoo! Szóval igen, a csávókán kicsit meglepődött, amikor azt mondtuk, hogy Grant-től tanultunk. És igen, arányosan reagált. Oké. Okay. Cross country következik, itt már az ugrásokra figyelni kell. És megint esik, mert a versenyeken mindig esni kell. Gyerünk! Nézzenek oda, nem akar menni már megint. Nyomom úgy, mint a fele. És nem a... Tudja, hogy azért, hogy nehogy első legyek, úgy rohadjanak meg. Ez is a Guinness műve. Tönkretették a billentyűzetemet. Gyerünk, Meridian, nem Meridian vagy, ha nem Little Jinx, nem baj. Ó, Istenem, miért kell lassítani mindig? Na, itt is esnek a keső. Hó, na, ez már szép volt, így kéne ugranod mindig. Szép, gyorsan, úgy. Jó, ez nem volt annyira. Jó. Gyerünk. Jó, ez is jó volt. Hoppá. Jó, ez is nagyon szép. Ó, nagyon ügyes vagy. Ah, esküszöm, ez mennyire jó már. Ne, ne, ne! 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 Nem akarom újra kezdeni. Gyerünk, 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 gyerünk. Hus, hus, hus. Gyerünk. Gyerünk. Itt vagy, nincs. Na, bocsánat, nem akartam. Gyerünk. Jó. Hus. Hús, úristen! Ah, na, gyerünk, ott a cél! Szaladj, paci, szaladj, gyerünk, 25! Ah! Mondd, hogy jó lett az első hely! Léci! Oh, Istenem! Young Liam has just taken off! This is the first time he's participated in the competition, but he's off to a beautiful start! And he gets over the first two obstacles without a hitch! Liam easily follows through with the next obstacle. If he keeps this up, he may just beat Gunter's record! Don't worry, he doesn't have much longer. This is truly exceptional! Ne merészel rántani ezt a lovat, mert... What? What a shame for poor Liam! He was so close to the record. His stirrup must have been loose. It looks like he won't be able to participate in the final event. Oh, basszus, valamit csináltak ez a két gyökér, és így leesett a lóról, és nem biztos, hogy részt vehet az utolsó. Tudva, de természetesen mi elsők vagyunk. Velünk nem mernék baszakodni sem. Igen, akkor innen is indulhat a következőn, mert leesett. Aha. És most jön a díjugratás. Fú, na! Most! Fú, de megmutatom ezeknek a gyökereknek. Gyerünk! Little Jinx, na majdnem egy Meridiant mondtam.
Liamért, amiért kicsesztek vele. Csak ügyesen. Úgy. Jó van. Lecsapjuk. Gyerünk, 38! 38! Király! Ügyes faci! Oké. Okay. Wiii! Ilyen nincs! Ez hazugság! Amúgy is kettőt nyertem meg, szóval... Ahogy... Megmondja, hogy nagyon szépen teljesítettünk a legelső ilyen rendezvényen, versenyen. És kíváncsian várják, hogy fogunk tovább teljesíteni. Megnyertük a... Megnyertük? Tudom, hogy csődöre vagy kanca most akkor... Áj, Istenem! Akkor legyen. Remélhetőleg csődör lesz akkor. Boost ability! Ilyen is van. Hagyd nézzem meg azt a lovat! Mondhat gyönyörű! Mondjuk ilyen fehér. Egy szürke. Bocsánat, nincs fehér ló. Szürke színű. Grand! Cső! Hát itt vagy! Jó úton járunk. Jó eredményeket kaptunk Hanoverben. Most már a nagyobb kutyákkal is mehetünk. Király. Megint de kell törnünk a lovainkat, de miért? Ja, hogyha nem törtük be a lovat, akkor nem vihetjük ki. Vág ez. Oké, szóval... Fetcselni kell, ezt nem tudom, mit jelentem. Másik lovat akarom megnézni. De nem látom. De miért? Istenem. Na, itt van a Meridian. Istenem, de gyönyörű! Annyira megéreztem, hogy szürke lesz, de jó édes Isten. Na nézzük, milyen vagy. Mondd, hogy csődör! Ez az! Te vagy az én lovon. De menő! És téged tudlak tenyészteni akkor az izével. A melodival. Ez az! És milyen szép csikó lesz belőle, már nagyon várom. Igen, itt van Melody, mindjárt megmutatom, melyik lóról beszélek, akit a tenyészthetünk videóban. Ez nagyon fasz lesz! Erre már nem lesz időnk, úgyhogy ennyi volt a sztárban a részben. Kíváncsian várom a folytatást. Gyönyörű szép lovat kaptunk, Istenem! Szóval, köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, lájkolj, ha nem iratkoztál, ha még azt is megteheted, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!